A keddi esős, szeles, barátságtalan időben a Szigligeti Színház két színművésze kínálta almával a szolnokiakat a Hilt téren. Ők is vállalták, hogy a Szolnok Segít program karácsonyi butikja előtt népszerűsítik a programot. Szívesen adtak autogramot a színház kedvelőknek, akik így személyesen is találkozhattak, beszélgethettek kedvenceikkel. Nekem különösen szimpatikus az, amikor nem feltétlenül az van, hogy csak kizárólag pénzt akarnak az emberektől kérni, vagy tehát amikor látszik, hogy ennek van foganatja, és amikor ráadásul akár olyan dolgok, amiket más már nem használ, vagy szívesen ad, az máshoz kerül. Tehát ez a körforgás szerintem egy nagyon jó dolog. A butikban nem csak almával kínálják a járókelőket, hanem apró ajándékok közül is választhatnak az adakozók. Az összegyűlt pénzből karácsonyi ajándékokat és tartós élelmiszercsomagot is vásárolnak a rászorulóknak. Hétfőn és kedden is 20-20 ezer forintnyi segítség került az urnába. Nem kell feltétlenül nagyon nagy dolgokra gondolni. Ha egy picivel tud segíteni az ember, az is nagyon fontos, és igazából a szándék, a gesztus az, ami lényeges ilyenkor. Szerintem ez egy csodálatos kezdeményezés, és mindenkit arra buzdítok, hogy ha teheti, akkor jöjjön el, és segítsünk együtt. Szerdán a Szolnok Televízió híradósai, csütörtökön a diákpolgármester, pénteken pedig a vízilabdások várják az adakozókat a karácsonyi butikban.